Köszöntöm a kedves nézőket! Folytatjuk a különböző magyar népviseleteket bemutató sorozatunkat, melynek már a 8. műsorához érkeztünk. Alkalom ez arra, hogy azon kívül, hogy a néptáncokat csodáljuk, megtudjuk azt is, hogy tulajdonképpen milyen részekből állnak össze ezek a szemet gyönyörködtető ruhák, milyen anyagokból készültek, kik hordták és mikor ezeket az öltözeteket. A Felső-Tisza vidéke után ma a délalföld viseleteivel ismerkedünk, hisz a különböző vidékek lakói viseletükkel is megkülönböztették magukat más vidékek lakóitól. Délalföldről annyit mondunk most el, hogy Magyarország délkeleti részében helyezkedik el, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyéket foglalja magába, a régió központja pedig Szeged. Mai műsorunkban is itt van velünk Kis Imre Szerda Anna, a Topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ egyik művészeti vezetője, és itt vannak velünk a gyerekek is. Szeretettel köszöntjük műsorunkban Ugrai Csillagot, Dudás Katát és Ercsi Anitát. Szervusztok! Jó napot! Jó napot. Nos, azt hiszem, hogy akkor most már itt az ideje, hogy megtudjuk azt is, hogy milyen darabokból áll össze a délalföldi viselet. A délalföldi női viselet sok alsó szoknyából áll, amik slingeltek. Ezen kívül a felső szoknya 5-9 szélből is állhatott, tehát jó bő viseletről van szó, bő szoknyákról van szó. Használtak testhöz állót. Ez a testhöz álló, ez erősen karcsúsított blúz tulajdonképpen, aminek nincsen gallérja, az alját, a kézelőjét és a nyakát csipkefodorral díszítették, valamint farkasfoggal. Aztán a századfordulón kerek gallérosra váltott ez át, álló nyaka is lehetett neki, és ezeket is gazdagon díszítették. Egy rekonstruált testhöz állót láthatunk ezen a babán, tehát csipkével díszített az alja, a nyaka, a kezén, a kézelőjén farkasfog van, és az eleje is farkasfoggal van díszítve, és itt a mell fölött fodorral van díszítve. Ez kinézhetett úgy is, hogy itt deréktól egészen lefelé, tehát attól függött, hogy milyen gazdag volt ugye a család, ez lehetett végig csipkével díszítve, vagy a mellvonalát is követhette csipke díszítés, nem ilyen egyszerű fodor, hanem ez is lehetett csipkés. Akkor ez, ami a bábon van, ez tulajdonképpen egy szegényebb család. Ez egy egyszerűbb viselet, igen, egyszerűbb viselet. A kötény, amit használunk hozzá, egy fehér kötény, az alja van egy kicsit még megráncolva, tehát nem egyszerű kerek kötény, és a széle fodorral van díszítve. A kötény alatt láthatjuk a szoknyát, ami virágos. És a szoknyán is van egy fekete, sötétbarna csipke. És a szoknyán van egy fekete csipke, igen, azzal van díszítve. Egyébként pedig nagyon kedvelték a színváltó taft anyagot, ebből készítették a szoknyát is, a blúzt is készíthették ebből, a kötényt is. A taft anyagot szeretném csak megmutatni a nézőknek, hogy meglássák azt, hogy milyen ez a színváltó vagy színjátszó anyag. Ezt a viseleti darabot egyébként már egyik előző műsorunkban láthatták. Ami még fontos ezzel a viselettel kapcsolatban, női viselettel kapcsolatban, hogy ünnepre bársonyból, kásmírból készülhetett, vagy akár kartonból és selyemből is készülhetett blúz. Ez a bársony blúz, tehát ez karcsúsított, a szoknyán kívül viselték ezt is, tehát ennek az alja is a szoknyára ment. Az ujja itt egy kicsit ráncolt, nincsen neki gallérja, ilyen magasított nyaka van, nagyon sok kis gombbal, tehát a gombok a díszei tulajdonképpen ennek a
fölsőnek, amit a nők szívesen használtak ünnepeken. Itt egy fehér kötényt láthatunk ezen a bábon, viszont akkora kötényeket is használtak, hogy szinte betakarta az egész szoknyát. Tehát egy szélből készítették, és ez olyan széles volt, hogy alig látszódott a szoknya belőle. Tulajdonképpen a kötény akkora volt, mint egy szoknya, tehát az látszódott jobban, nem is a szoknyának az anyaga vagy mintázata. Az viszont látszódott hátul, ugye? Igen. És igen. Itt ugye fehérbe van öltöztetve ez a bábú, de itt az asztalon találhatunk egy kék színű kötényt is. Ez annyit jelent akkor, hogy tulajdonképpen nem volt, idézőjelben mondom, kötelező fehérből készíteni? Nem. Vagy ez más korosztály? Nem volt kötelező fehérből készíteni egyébként, mert ugye ezek, ahogy a taftot is említettem, ez ilyen színjátszó. Ez igazából ez a kötény gyerekeknek való kötény, mert ilyen kantáros. Tehát ezt a vállukra tették, hátul összekapcsolták, és fodros neki a széle, fodros körben is. Kislányok használták ezt a fajta kötényt. Nos, mielőtt tovább folytatnánk a beszélgetést, javaslom, hogy hallgassunk meg egy népdalcsokrot, méghozzá a Topolyai Kaláris asszony kórus előadásában. Ha nem megyek én,